csebben a tenger. Így kezdte köszöntő beszédét Hoppá Péter azon a kettős eseményen, melyet ma rendeztek a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának gyermekgyógyászati klinikáján. Mint elmondta, az elmúlt pár hónapban hatalmas fejlődés volt megfigyelhető az egészségügyi beruházások terén. A Pécsi Tudományegyetem gyarapodása és fejlődése és a klinikai központ különböző objektumainak megújulása és az új épület szárnyak felépítése gazdagon demonstrálja és mutatja, hogy az elmúlt esztendők Pécs és a régió fejlesztésének kiemelkedő korszaka volt. Kővári János az élet megmentéséről, a fizikai és mentális egészség megtartásának fontosságáról beszélt. Hozzátette, hogy a kormányzat és a város együttműködése jelentősen javult az elmúlt időszakban. Nagy megtiszteltetés, ahogy Péter is mondta nekünk, pécsi képviselőknek, hogy az elmúlt pár hónapban itt 10 milliárdos nagyságrendben egészségügyi fejlesztéseket adhattunk át együtt, hiszen ez azt mutatja, hogy mind az itt élők, a pécsiek, mind a kormányzat úgy gondolja, hogy az egyik legfontosabb feladat a mai világban az az életvédelme. A klinika igazgatója méltatta és külön megköszönte mindazok munkáját, akik az építkezésen és a külső-belső terek kialakításában vettek részt. A modernizálás jelentőségét egy hétköznapi példával illusztrálta. A gyermekpszichiáter, pszichológus, szakember és a gyermek kapcsolata egy intim beszélgetés. Vagy legalábbis nagy része egy intim beszélgetés, amit le lehet folytatni egy egyébként különben ebédlőnek is használt, viasosvászon terítővel borított asztalú helyiség sarkában, meg le lehet folytatni egy olyan kezelőhelyiségben, amit a pszichiátria szakmai szabályai szerint újonnan hoztak létre. A sajtótájékoztatót követően az új épület szomszédságában tették le az alapkövét a sürgősségi és baleseti ellátást teljes körűen megvalósító szárnynak. A tervek szerint itt 40 ezer gyermeket látnak majd el a sebészeti, a fülészeti és a sürgősségi járóbeteg rendeléseken.